A Kodály Zoltán férfikar előadását is meghallgathatta, aki betért a Párbeszéd házába január 22-én. A Magyar Kultúra Napjának estéjén a jezsuita rendi épületben a koncert mellett textilművészeti kiállítás is várta a látogatókat. A Budapest Józsefváros önkormányzata és a Párbeszéd háza közös estjén megnyitó beszédet mondott Szilágyi Demeter képviselő, majd a Párbeszéd háza igazgatója Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, aki beszédében az ünnep jelentőségét és annak kulturális összetartó erejét emelte ki. Csete Ildikó textilművész, Nyelvében él a nemzet címmel a magyar történelmi múlt motívumait felhasználó kiállításának megnyitó beszédét Súlyok Miklós művészettörténész mondta el, rámutatva, hogy a művésznő munkáiban anyaggal, jellel, jelentéssel és jelentőséggel is találkozunk. A kiállítás február 21-éig tekinthető meg hétköznaponként 15 és 19 óra között. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a himnusz kéziratát. Az ünnepség visszanézhető a Bunum TV Eseménytár című műsorában.